Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, nézzük Dario Argento leghíresebb filmjét, az 1977-es Sóhajokat. Argento ezzel a filmmel helyezte el magát véglegesen a horror rendezők között. Ugyan karrierje során sok mindenbe belefogott, de az igazi hírnevet a dzsálók hozták meg számára. Ezek közül is először az állatos trilógia, majd a műfaj csúcsra járatása, a mélyvörös. Ha megnézzük a mesterfilmjeit, akkor láthatjuk, hogy a Sóhajokhoz egyenes út vezetett. A mélyvörös ugyan még dzsáló, de rengeteg horror elemet tartalmaz, és már egy picit belengetik nekünk a misztikumot. De az igazi áttörés a vegytiszta horror megalkotása a Sóhajokkal történik. Közben azt sem szabad elfelejteni, hogy Argento a misztikum, illetve az okkultizmus felé való fordulással tulajdonképpen azokra a horrorfilmekre reagált, melyek sikeresek voltak az Egyesült Államokban. De mielőtt bárki félreérteni, itt nem lopásról van szó, hanem hatásról. De a lényeg, a Sóhajok volt Argento első tiszta horrorfilmje. Persze ilyenkor mindig feltehetjük a kérdést, hogy mit is jelent a horror műfaj. Nos, ha belegondolunk, akkor a Sóhajok esetében teljesen mást, mint mondjuk a Péntek 13 esetében. Bár kétségtelen, hogy a Sóhajok esetében szinte mindenhol a horror szerepel, mint műfaji megjelölés, egyfajta kavalkádot is láthatunk. Nyilván Argento nem tagadta meg önmagát, ennek köszönhetően rengeteg dzsáló elem van a filmben. De vannak bizonyos thriller, illetve krimi elemek is. De nézzük a történetet pár szó erejéig, van egy fiatal lány, aki Freiburgba érkezik egy híres tánciskolába, hogy mélyítse tudását. Hamarosan azonban főszereplőnknek rá kell arra jönnie, hogy ebben az iskolában semmi nem stimmel. Nem csak a tanárok furcsák, hanem a diákok is tünedeznek el. Miközben próbálja kideríteni, mi is zajlódik a háttérben, évszázados titkokra bukkan. Nézzük szép sorjában a filmet. Először is leszögezném, hogy Argento mesterien használja a színeket, illetve a hangokat ebben az alkotásban. Tulajdonképpen a nézőt ezen a két fronton szeretné letámadni. De kb. Olyan szinten, amihez még hasonlót sem nagyon láthattunk a filmtörténelemben. És ami igazán komolyá teszi ezt a támadást, hogy nincsenek üres járatok. Már a film indulása, amikor a főszereplőnk megérkezik és taxiba száll, már az is tele van furcsa színhasználatokkal. A dolog pedig a mozi elején betetőzik azzal, amikor meglátjuk az iskolát. Maga az iskola külsejét, illetve belsejét tekintve is elképesztően szürreális élményt nyújt. Az kétségtelen, hogy az összhatást Argento érte el, de azért volt két segítőtársa. Az egyik a Goblin zenekar, akik a film zenéjét szolgáltatták. A másik a Mario Bava által alkalmazott színvilág, illetve annak továbbfejlesztése. Véleményem szerint a Sóhajoknak egyértelműen ez a két legerősebb pontja. És ha valaki ezt kétségbe vonná, akkor javaslom neki, hogy próbálja meg megnézni a film bizonyos jeleneteit színek, illetve hangok nélkül. Persze azt azért nem szabad elfelejteni, hogy Argento is rengeteg apró trükköt alkalmaz. Például mai szemmel úgy tűnhet, hogy a vér ábrázolásánál valami egészen félre sikerült módszert alkalmaztak. Valójában az én véleményem szerint az, hogy ilyen világos vérszint választott Argento, teljesen tudatos döntés volt a részéről. Szerintem ez is teljes mértékben része az ő koncepciójának. Ugyanúgy a rendező apró trükkjeként megemlíteném azt a részt, amikor a vakzongorista meghal. És hogy ebben mi olyan különleges? Nos, ha megnézzük a ma készült horrorfilmeket, akkor még csak hasonló beállítást sem láthatunk egyben sem. Akárcsak szinte egész karrierje során, Argento a Sóhajok esetében is elsősorban a nézőkre szeretett volna hatást gyakorolni. De talán ebben az esetben sikerült neki a legjobban. És ennek teljes mértékben alárendeli a történetvezetést is, bár az kétségtelen, hogy dzsálói során is volt sokszor probléma a logikátlanságokkal. A Sóhajok esetében viszont sokszor úgy hathat, mintha egyfajta rémálmot néznénk, mintha egy mesevilágba léptünk volna be. Persze kétségtelen, hogy a film során néha ez a hatásgyakorlás mesterkértnek tűnik. De ha van film, akkor a Sóhajok az, ahol valójában ennek mindent alárendelnek. Természetesen a forgatókönyv szerint van egy fő történetszál, ami teljesen értelmes is. Viszont hogy az egyes jelenetek történései hogyan kapcsolódnak, néha bizony összekuszálódik. De nyilván ennek az egyik oka a misztikum fokozása, a másik pedig az, hogy Argento igazán nem akar foglalkozni a lineáris történetvezetéssel. Nem hiába van az, hogy sokan úgy gondolják, hogy a Sóhajoknak sikerült áthidalni a művészfilmek, illetve a horrorfilmek közti hatalmas árkot. Hiszen ha belegondolunk, több olyan dolgot is hibaként rónak fel a Sóhajoknak, ami egyébként bevett szokás mondjuk egy művészfilmnél. Ugyanakkor nem lehet elmenni amellett, hogy bizony a dialógusok lehetnének erősebbek is, illetve a színészi alakítások is.
Bár ezt hozzáfűzhetném azt is, hogy ezek a dolgok úgy nagyjából igazak az egész olasz horrorfilm gyártásra. Még egy dolgot érdemes megemlíteni, a sóhajokat 1977-ben mutatták be. Ugyan a film erejéből nem sokat veszített, de hatásából igen. Erről nem Dario Argento vagy a sóhajok tehet, hanem a társadalom, mely teljes mértékben átalakult és sokkal magasabb az inger küszöbe. Az biztos, hogyha ezt a filmet valaki a 70-es évek végén vagy a 80-as évek közepén látta fiatalon, akkor rá teljesen más hatással volt, mint arra, aki most nézné meg először. Mindent összevetve a sóhajok Argento egyértelműen egyik legkiválóbb munkája. Simán el tudom képzelni, hogy vannak, akik nem tudnak mit kezdeni ezzel az alkotással, ez egy audiovizuális támadás, melynek elszenvedői a nézők. De az biztos, hogy hatása, illetve hangulata megkerülhetetlen. Aki még nem látta, annak mindenképpen javaslom a megtekintést, de érdemes szép sorba haladni, először a dzsálókkal kezdeni. Én a magam részéről 85%-ra értékelném, és az egyik legnagyobb horror klasszikusnak tartom. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!